Az elmúlt szezonban a keleti csoport második helyén végzett a nyíregyházi férfi csapat, amely jelvileg első számú aranyesélyesnek számítana, de közben a Ferencváros bejelentkezett az aranyéremre. Az NKC a nyitófordulóban éppen a fővárosiakat fogadja. Hamarabb kezdtük el a munkát, mint a tavaly évben, több edzőmeccset is játszottunk, és talán nem volt akkora játékos mozgás sem, mint az elmúlt időszakban. Nagyon nehéz a sorsolásunk, hiszen egyből én azt gondolom az NB1B kiemeltje, a Ferencváros érkezik Nyíregyházára. Nem titkolt cél ugye a Fradinál, hogy felkerüljenek az első osztályba, hiszen egy régi dédelgetett álom az, hogy Budapesten legyen egy kirakat csapat, ami ugye a Ferencvárosi szurkolótábor, a hagyomány, tehát mindenképpen erre predesztinálja őket. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz mérkőzés előtt állunk, de mi becsülettel végigdolgoztuk az elmúlt 8 hetet, és bátran vállaljuk ezt a kihívást. A Kisvárdai KC újoncként vág neki a másodosztálynak, Rácz Sándor együttese a tavalyi ezüstérmes Kecskemét ellen lép pályára nyitófordulóban. A Kecskemét egy sötét ló most pillanatnyilag, nagyon jó játékosok vannak összevásárolva, igazából jól felépített felkészülést a tornákon nem tudtuk feltérképezni őket, sőt edző problémával megbetegedett a kollega, és váltást történt. Meglátjuk, mire leszünk képesek. Döntő egy indulás, de hova intem mind a játékosaimat, mind a közvéleményt, hogy itt eldől minden. Tehát nagyon hosszú egy bajnokság, megpróbálunk beágyazódni szemléletben egy hosszantartó munkára, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz. A harmadik megyebeli NB1B csapat az újonc Nyírbátor szombaton 18 órai kezdettel a Mizse KC-t fogadja. A Nyíregyházi KC Ferencváros mérkőzés szintén szombaton 18 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kisvárda Kecskemét találkozó kezdési időpontja pedig vasárnap 16 óra.